Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Victoria 3 negyedik évadjának sorozata. Az előző részben rájöttem, hogy ugye nem nagyon tudunk függetlenedni a osztrákoktól, ameddig föl nem viszem a függetlenedési vágyunkat. Hát bennem a vágy az megvolt, de a játéknak ezt nem regisztráltuk át. Szóval ezentúl ezt fogjuk kőkeményen próbálni beleütni mindenféle formába, hogy meg tudjuk csinálni. A gazdasági független állapotunk, tehát az, hogy mennyire függünk az ő gazdaságuktól, az az egyik aspektusa, az, amit tudunk javítani, hogy feljebb menjen a függetlenedési vágyunk. Tehát, hogyha nagyon jók vagyunk gazdaságban, akkor automatikusan függetlenedni is szeretnénk majd. Jaj, működik a kamaraváltás. Na most már csak azt kell túlélnünk, hogy minket ne nagyon verjenek szét itt a poroszok. Aztán jó lesz, hogyha nagyon elverik az osztrákokat, akkor igazából talán sikerülhet nekünk. Mi itt a pészes dolog? Ja, leadership, a German leadership-et megkapja a Poroszország. Jó, hát egyelőre feléjük mennek, felénk valahogy ezt a frontvonalat, ezt valahogy ignorálják. Ha egyáltalán nem, ez a frontvonal, ez így egybe van. Ettől függetlenül erre mennek. Szerintem, tudjátok mi lehet? Lehet az AI megkapta azt, hogy célszerűen tudjon támadni? Ezt nem látjuk itt? Nem. De én csak erre tudok gondolni, csak azért nem jönnek erre szerintem, mert a fővárosát akarja elfoglalni, arra megy a seregeivel, ki van jelölve stratégiailag fontos célpontnak. Szerintem, és azért nem foglalnak belénk közvetlenül. Plusz 140-ben vagyunk. Jéj, és építkezik. Hát eddig voltunk. Addig működik ez, ameddig nem építünk két dolgot. Hogy mi mennyibe kerül? Sikerült szerintem a vasnak egy picit lejjebb vinnünk az árát, viszont azóta sajnos a bevételeink is lejjebb zuhantak valamilyen oknál fogva itt az adózásból. Na, most jönni fognak felénk. Nem, egyelőre átcsoportosulás megy nagyban. Hát most már jönnek felénk. Ez most már Nyugat-Szlovákiát ott nagyon el akarják szedni. Ennyi-bennyi, hát ott építem a vasbányámat. Nem lehetne, hogy nem. Nem lehetne vége. Várjatok, lehet fel kéne mennem a saját csapat. Fenéket, kit érdekel. Csak pénzt veszítenénk. Jéj, békét kötöttek. Még egészen nem verték szét ezt a területet. Én úgy érzem. Nem látom, hogy lenne ebből bármi információnk. Turmoil itt van, 12%. Jó, még 90%-osra leértékeltek minket, de egészen jól bírta az a Nyugat-Szlovákia, hogy ne kerüljön bele ebbe a háborúba. Na hát figyelj, az, hogy nem vettem részt, ha ez nem mutatja azt, hogy mennyire szeretnék független lenni, akkor semmi sem. Szóval mit szólsz? Igencsak jobban függetlenek akarunk lenni. Mondjuk ettől függetlenül 0,02-vel még mindig csökken a dolog. Mert most javítják is a kapcsolatot, azt valószínűleg azért. Na nem baj, erre majd jobban rá fogunk feküdni. Aztán majd két verzió múlva megint megváltoztatják, hogy hogyan kell ezt összehozni. Kéne nekünk lenni egy anti-osztrák ilyen társulatnak, vagy valami. Én viszont amondó vagyok a poroszokkal, megint javítanám a kapcsolatokat. Igen, így most jók vagyunk, és aztán lehetőség szerint... itt van. El is fogadják. Az jó is nekünk, meg is kötöttük, ennyi. És újra kötöttük a függetlenedési vágyunkat. Na, ez nem vitte följebb, hogy szeretnék független lenni? Mármint így, tudod,
kötöttem egy szerződést az osztrákok riválisával, aki most verte őket el háborúba, hogy garantálják a mi függetlenségünket, de ez nem elég. Ez nem mutatja azt, hogy Magyarország szeretne független lenni. Sőt, csökken a függetlenségi vágyunk. Igen, logikus. Határozottan azt tudom mondani, hogy ez logikus, ez így rendben van. Azt meg tudnánk még csinálni, hogy lejjebb veszek minden mást, ami itt van. Ja, ezek a szén, mire ezekkel végzek, ezekkel a szénbányákkal, addigra már nem lesznek nagyon aktuálisak. És mínuszban vagyunk már? Aha, most már a kreditet égetjük. Á, jó, akkor állítsuk le. Ennyi-bennyi, lenne több pénzem. Még tudunk adóztatni dolgokat. Kávét beadóztathatnánk, csak az nem hoz sok pénzt. A búzát kéne beadóztatni. A búza az tényleg jó lenne, csak az a baj, hogy ez annyira egy alap étel. Ugye megnézitek minden ilyen luxus dolgokat, azokat, amit adóztattam, csak a luxus dolgoknak még nincs kit leadóztatni benne, mert egyelőre még, értitek, senki nem vásárolja, mert annyira szegény az országunk. A szegény embereket még jobban nem akarom lejjebb vinni. Hogy vagyunk technológiákban? Jó. Lassan, de biztosan haladunk. Jobb hiány, repüljön az idő, az kész. Sok mindent úgy se tudok csinálni. Miért nem fejlődik a produktivitásnak kéne lennie 8,2-nél magasabbra, az a globális átlag. Ha. Nem itt, itt van egy vasbányánk. Ja, a befektetők itt építgetik a vasbányákat szintén. Szóval nem elég jó a produktivitása. Ezt még csökkenteni is a produktivitást. Azt nem tudom, hogy csökkenteni. Jó, mondjuk de az mondjuk érthető, mert annyira drága, mert nincsenek vonatok konkrétan. Azt mondjuk nem értem egyébként, hogy lehet... Tehát miért tudok sineket lehelyezni, ha nincsenek vonatok? Vagy vannak már vonatok? Nem, nincsenek vonatok. Miért lennének vonatok? Tehát így értitek. Miért lehet sineket lehelyezni, hogyha... Vagy nem, igazából nem sineket helyeznek le szerintem, hanem csak elkezdik használni őket. Az szerintem azt csinálja. De miért tudom benyomni, hogyha nincsenek vonatok úgy technológiailag kifejlesztve a világon? Értitek. De itt vannak vonatok már. Jó. Hát akkor vannak vonatok. Akkor lehetne vonatokat építeni. Én kérek elnézést, ez az én hibám volt. Én tévedtem ebben a részben. Ja, minél jobban befektetnek az országunkba, annál jobban függeni fogunk mi is tőlük. Ez a rész szerintem nekem ezt azt mutatja. Ezt nem tudom, én nem tudom, hogy fogjuk ezt megoldani. Nagyon nem akar növekedni ez a függetlenedés. És pénzben meg nem vagyunk jók. Lehet vissza kéne mennem a másik építési szintre. Csak akkor ugye a fa lenne a drága, tehát akkor a vas meg vissza van, az kész. Annyi, abból a szempontból nem jó ez, hogyha most mi visszamegyünk. Ha visszamegyünk, akkor az osztrákok ugyanúgy tudják használni ezt az építési szintet.
Meg is nézem. Ja, izé, Iron Frame-en vannak. 8000-et veszítenek. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen gazdasági helyzetben vannak. Ó, náluk is van egy metal cég. Az nagyon jó. Hát nem a jó, nem a legjobb választás volt. Még bármikor leválthatjuk azt a céget mondjuk. Tehát mivel amúgy se teljesít túl jól és nem egészen látom. Hát 1855-ig nem fogjuk tudni leváltani. Olyat kellett volna, ami tudjátok egy picit valószínűbb, hogy ez... Na, békés paper. A békepapír. A békepapír, az lehetett volna, őket bevezethettük volna, és akkor legalább kapnánk egy kis 10% bürokráciát, meg lenne egy aktív cégünk, ami javítana a gazdaságunkon, mert ez most, ez a cégalapítás, ez most nem a legjobb számunkra. Azt hiszem, ez is technikailag javít a helyzetem. Hol volt ez a cég? Itt van. Tehát ugye ők most nincsenek 100% prosperity, viszont minden cégnek az építési bónusza, meg termelési bónusza attól még meg van növelve. Tehát ezeket a bónuszokat így is úgy is megkapjuk, ezt a bónuszt nem kapjuk meg, amit így a cég maga adna. Szóval voltaképpen annyira sokat nem veszítünk, és a vas az így is úgy is ugye szükséges nekünk. Megint pluszban vagyunk valamennyire. Elindítjuk a jó kis befektetéseinket. 33000-be kerül az egész. Sose fogjuk kiegyenlíteni. Túl sok ez a építőipar. Mi van nekünk. Sose fogjuk tudni ellátni. Ha harmadára csökkentjük, akkor fent tudnánk tartani, hogy folyamatosan építkezzünk. De mondom, igazából most mindegy, hogy folyamatosan építkezünk harmad ekkora sebességgel, vagy harmad annyit építkezünk, de háromszor akkora sebességgel. Értitek, mire gondolok? Csak zavaró, hogy figyelni kell a pénzünket és kibekapcsolgatni. Ennyi a negatívuma, meg hátránya, meg előnye. Nincs előnye, ennyi a negatívuma. Az előnye maximum az, hogy már meg van építve, tehát nem kell nekünk újra megépíteni. Ez az első ólombányánk, nem? De szerintem ez volt az első ólombányánk, mert a cégnél most az ólomra is érvényesül. Valamiért elkezdtem az ólomot megépíteni, csak nem emlékszem, hogy mi volt az oka. Szerszámoknál esetleg? Nem teljesen, fogadjunk, az acél volt. Fogadjunk, az acélbánya miatt kezdtem el. Nem, ő is szenet, meg vasat használ. Akkor nem tudom, miért építettem egy ólombányát. Hogy állunk pénzügyileg? Hű, most már muníciót elkezdtek készíteni. Viszont a vas most jó. Most mondjuk megállítottam, nem? De most meg van állítva. De most már jók vagyunk a vassal. A szénnel lehetne játszani, meg a fából is. Úgy van hiány, meg a búza. Az a jó, hogyha átmegyünk és elkezdünk egy olyan gazdaságra építeni, ami nincs hozzá kötve az építőiparba, a kibekapcsolgatásával nem változik abból az iparból jövő bevételünk, meg termelés, meg fogyasztás nem változik az alapján, hogy ugye kibekapcsolgatjuk a dolgokat. Hát búzára amúgy mindig van szükség. Tehát ha búzát ki tudnánk építeni, amiben nagyon jók vagyunk, nagyon jó mezőgazdász nép vagyunk, ez mindig jó lenne nekünk. Cukorra nincs akkora szükség. Várjatok, ha cukorra nincs akkora szükségünk,
akkor mobilizációnál a cukort is bevezethetnénk. Illetve... Rúrral. Igen, ott volt egyébként már. Itt lehetne, hogy több búzát termeljünk, és akkor ne termeljünk annyi gyümölcsöt, meg cukrot. És akkor ezt megoszthatnánk. Közép-Magyarország. Van például, hogy csak búza. Jó. Békésbe is mehet a csak búza. És Transzanumbiába is csak búza. És itt most nem is használnak a szerszámokat. Uh-huh. Most egy minimális szinten javítottunk valószínűleg rajta, vagy majd javítunk, ahogy telik az idő. Viszont az a jó, a mezőgazdaságban van több része is, hogy miért jó fejleszteni, mert van ez az arable land, vagy minek nevezzem. Ezek ilyen független tanyák, hogy úgy fogalmazzunk. Ezek termelnek cuccokat, mindenből, amint látjátok, egy csomó mindenből termelnek cuccokat, viszont nagyon kevés pénzt keresnek, akik itt laknak és dolgoznak, és relatív kevés cuccot is termelnek ahhoz képest, hogy mennyien dolgoznak itt. Szóval azzal, hogy elkezdünk farmokat bővíteni, azzal csökkentjük ezeknek a független tanyáknak a létszámát, és növeljük azoknak, akik ugye már egy alap kis munkát tudnak végezni. Oké, csatlakozzatok az antiszerb a szövetséghez. Azt, amilyen rasszisták vagytok. Az kemény. Az igen, diszkrimináció. Németek ellen. Végtelenül rasszisták ezek az emberek itt nálam most Magyarországon. Azt a mindenit. Csináljunk is. Az most nem kell nekünk. Búzamezők legyenek. Ja, legyen egy nagy búzabővítés mindenhol. Egy nagy búzamező, illetve bormező bővítés is mindenhova. Az is lehet, hogy ki lehetne nevezni területeket, amik csak bort termelnek inkább, meg kevésbé, de mondjuk nem rossz az, hogyha szerintem mindenhol van. Nem szeretek központosítani. Régebben szerettem központosítani, viszont bele lehet futni egy olyanba, hogy ha központosítasz, akkor egy adott területen nem lesz lakosság, aki dolgozhatna valamilyen feladatot. Például, hogyha itt Észak-Erdélyben szeretnénk mondjuk a szén és a vasbányát, meg a faipart ugye fejleszteni később, mert ugye ezek a fix nyersanyagok, amik itt elérhetőek. De egészen eddig csak itt, mondjuk nem csak itt, hanem itt Közép-Magyarországon központosítottunk minden iparral, akkor az emberek onnan elvándorolnak, és ott kezdenek el dolgozni, és itt egyszerűen nem fog maradni ember, aki dolgozhatna a bányáinkba. Ebbe belefutottam régebben egyszer egy ilyenbe. Most a vasbányát azt elengedem. Még hát elég hosszú ide megcsinálod azt, nem most azt elengedjük. De most azt szeretném, hogy a lakosaink egy kicsit így a mezőgazdasági fejlesztéseinkkel jöjjenek ki a szegénységből. Hát ha egy picit több pénzt fogunk összehozni. Azt lehetne még, ez egy picit draszt, hát az a baj, hogy hogy nézzük meg ezt? Development, government adminisztráció, de ez így nekem nem elegendő, tehát nekem látnom kéne így, hogy hol van elég adózás és hol nincsen. Tehát tudnánk olyat, hogy itt, ugye ez nekünk ez most pénzbe kerül,
Látjátok, 2400-ba kerül, de nekünk nem kell a bürokráciai pont innen. Szóval innen, ha ezt most lejjebb visszük, akkor ez egy picit javít, most már csak 1200-ba kerül. Így, és akkor ezekből lejjebb vehetnénk, itt van Közép-Magyarországon is csökkenthetünk egy-kettőt. Addig még, amíg az adózási kapacitás ott rendben van. Közép-Magyarországot nagyon sokat csökkentettem. Túl sokat csökkentettem. Nem baj. A Dunántúl megcsináljuk. Mert Dunántúl viszont nagyon mínuszban van. És akkor ezzel egy picit vissza szerezni a pénzünkből. Látjátok, most már nincs akkora mínusz. És hogyha elkezdjük visszajavítani azt az adózási dolgot, akkor még egy picit jobb lesz. Agitátor. Universal suffrage. Szóval mindenki szavazzon mindenkire, hát ez nagyon jó, hát mekkora támogatottságotok van. Hát én értem én, hogy 20%, de hát a földbirtokosok még jönnek, azt még mindig izé le fogják harapni a fejemet. Nincs semmi ellenvetésem azzal, hogy mindenki szavazhasson. Sőt, könnyebb diktatúrát fenntartani, úgyhogy van szavazás. De egyelőre ez nem fog működni, srácok. Elkezdem bevezetni, és így a földbirtokosok forradalmat akarnak majd. Hagyhatom viszont azt, hogy ezt csinálgassák, és mondjuk nem, mintha nagyon bele tudnék nyúlni, hogy ne csinálják. Viszont hagyom, hogy ezt csinálják, jönnek majd olyan eventek, amik tudjátok így növelik az elfogadottságát ennek. És akkor hát, ha be tudjuk vezetni már most, ami egyébként szerintem egész rekordidő lenne. Oké, azt mondja, több radikális, még nem az iparosok, mi a fenének neveznek titeket? Nem jut eszembe. Industrialisták, jó, mindegy, most maradnak ők. A gyárban dolgozó emberek, a kommunisták jó formán. Nem, ők nem a kommunisták. Van egy másik, akik inkább a kommunisták. Nem? Igen, ők a Trade Unió. Mi az a... Na mindegy, ők inkább a kommunisták, azt hiszem. De ők is közel vannak hozzá. Mindegy, mi lenne? Ne teljen be az idő, hát na, álljál már meg. Politikai abolish script wages. Oké. Akkor nem az alapján nézem most, hogy mit választunk, hogy itt mit mutogatnak, hanem az alapján nézem, hogy mi az event. És engedjük, hogy csinálják tovább ezeket a... ezt a lázadozásosdit, itt a tiltakozást, meg mindent. Oda nézzetek, milyen szépek vagyunk most pénzügyileg. Hát, eddig voltunk szépek. Minusz 5000 az már nem rossz. Az már nem rossz. Most mondjuk megint kreditet égetünk. De lehet, hogy hagyom, hogy ezt a befektet... Hopp, most három. Ja, mert most abba hagytunk egy építkezést. És lehet, hogy hagyom ezt a kreditbe menjen, és akkor befektetünk jelenleg. Ó, nem, a rural folk az nem. Ja, a rural folk azok nem kapnak semmit. A katolikusok után csak ezek a farmerek azok, akiket jobban nem kedvelek. Mindegyik, aki maradni akar, és azt szeretné, hogy egy szegény, gyenge országunk legyen. Azokkal én nem kötök szerződést. Az emberek bosszúja. Hát az nagyon jó. Az nagyon jó. Nem fosztogatunk. Hát pénzbe ne kerüljön nekem itt a dolog. Itt csinálhattok mindenfélét, ameddig építhetem a kis farmjaimat a embereimnek. Szegénységből ki kell vinni ezt az országot, ezt a rasszista országot.
most már 150 ezer. Azon gondolkodom, hogy mindig képületet megvárjuk-e. A boros dolgokat lejjebb viszem. A borvidék az kevésbé fontos, mint az állatos szerintem. Mert a bor sem szerintem egy olyan nagyon-nagyon... Hát mondjuk a hús sem olyan nagyon keresett dolog, bor sem. Ja, ez még lehet, hogy még rossz befektetés is. Bár ezekből most csak annyit építek, hogy mindenhova legyen egy. Szóval igazából meg is hagyhatom. Ersatz food. Van valami kaja dolog. Kevesebbet adóznak, viszont több kaját termelnek. Katolikusok szeretnének, de hogy is katolikusok? Nem kaptok semmit. Gyűlöljetek csak, de... Nem kaptok semmit, sőt, tudjátok, mit kapnátok? Elnyomást, ha el tudnának nyomni titeket. 200 pont kéne. Mi az, ami elvisz? Rural Fork és az adóztatások. Jó, tudod mit? Melyik az, ami a legkevesebb pénzt hozza? Luxus cuccok. Erről eltávolítjuk. Úgy. Nézd csak, katolikusok, megoldottátok. Titeket is elnyomunk. Mindenki más lehet hatalmon, csak ne azok, akik a földeken dolgoznak, meg a katolikusok. Nem vagyok senki ellen egyébként, tehát nem vagyok így a katolikusok ellen a való életben, meg a farmon dolgozó emberek ellen se. De hogy ebben a játékban annyira megállítja a fejlődést azt, hogyha ők vannak hatalmon, hogy az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy miért nem lehet azt összehozni, hogy mondjuk katolikus, de mondjuk ilyen progresszív katolikus, vagy ilyen farmember, de tudjátok így, milyen király lenne traktorral dolgozni, és a traktorhoz nagyon nagy fejlődésre van szükségünk. Ez most csak vagy 5%-kal növeljük, vagy csökkentjük, ez most voltak éppen csak ennyit dönt el. De szerintem amúgy is csak 54-ig tudnak felmenni. Aha, 54-ig, mert annyi a maximális támogatottságuk. Az eventek jönnek még, meg azok majd így adják így a pozitív negatívumokat. De amúgy ennyi. Sikerült esetleg az adózásunkat? Hát nem. Az income taxet azt sikerült feljebb vinnünk. A poll taxet nem. Fogyasztói adó, az nem lett jobb még az adózásunk ezzel. Ez mennyi pénz, csak azért, mert mínuszban vagyunk, meg jött egy hülye event, a lázadó doktor. Na jó, azt még csináld meg, úgy, és akkor most megállítjuk egy picit, hogy kapjunk vissza pénzt. Szóval legalább 11 ezer jön most már vissza. Kicsoda? Benedek visszalép politikai életből. Vagy pedig... Kossuth Lajos. Kossuth Lajost fogjuk megmondani, hogy az ő hibája minden. Akkor el tud menekülni, vagy popularitást nyerhet amiatt, mert így üldözés alatt van. Mindegy, egyelőre akkor Benedeket vonjuk vissza, mert Kossuth Lajost meg akarom tartani. Hát, ha még valamit fog nekünk itt csinálni. A mínuszba kerültünk az Authority-vel. Az szomorú, de ez van. Ó, ne, katolikusok támogatást nyernek, bürokráciát használjunk, próbáljuk elnyomni őket. Ne nyerjenek támogatottságot. Militarizált industry.
egy új mandét, az osztrákok kihoztak egy új, ilyen nem tudom, törvényt. Az iparunk az nagyban katonai iparba megy. Itt az lehetne, hogy támogatnánk ezt a politikai támogatást nyerne a szavazási jog, tehát mindenkinek van szavazási jog, a universal suffrage. Viszont mivel a katolikusok csinálják, ezért fogom, és azt mondom, zárják be a templomaikat, és tartóztassák le a papokat. Pedig amúgy támogatom azt, hogy universal suffrage legyen. De a papokat nem. 13 ezrünk van. Jaj, de jó. Mindjárt kimegyünk a mínuszból, tehát a kreditet visszafizettük, ami lett, és akkor tudunk még egy picivel többet hozni, mert még mindig mennyi 300-ot ráfizetünk. Jöjjet akarok megnézni, hogy itt hogy nézünk ki. Oda nézzetek, a gazdasági helyzetünkből adódóan jobbak vagyunk. Nagyon jó. 0,03-mal visszább mentünk benne. Hogyha nem támogatnák az államunkat, ugye a megválasztott vagy az éppen uralkodó hatalmat, akkor már pluszba lennénk. De mindegy, az már, hogy gazdaságilag kezdünk függetlenedni tőlük, az már javít a helyzetem. Ez azt hiszem még az építkezésünkön az javított most ez a technológia. Hogy vagyunk így a katonai technológiákon? Eléggé előre felé megyünk, tehát hogy ez ugye azért egy pár ugrást megtesz, ez jó sokáig fog tartani. Viszont kifejlesztettük az alapellátást, így a first aid-del, ezt be is rakjuk. Ez ugye addig, ameddig nem hozzuk fel a katonákat, addig nem is számít. Tényleg, mi van akkor, ha csak hagyom, hogy lezáródjanak ezek az eventek? Mondjuk a Ruler Fork ne kapjon semmit. Jaj, az amerikaiak javítják velünk a kapcsolatot. Annyira fontosak vagyunk így az osztrákokon belül. Mindenki javítja a kapcsolatot velünk. De most megint pluszba vagyunk végre. Szép, most már viszont 15 ezeret kapunk. Mi az, ami a kiadásaink csökkentek? Igen, szerintem szimplán a kiadásunk csökkent, vagy pedig az építészeti szektor az, ami most többet átvisz. Nagyon jó. Mínusz 15% politikai erő a papoknak. Yes! A pap támogatóknak. Hát ez az. Így kell ezt. Tötötötötö. 150 ezer, jó, indítsuk el, csináljátok egy picikét. Csak mínusz 3 ezer? Ugye most növeltük, a lefolyók által növekedett, hogy egy adott épületre mennyi építészeti ilyen pontot tudunk rakni. Szóval emiatt most csak egy-egy épületet építünk mind a ketten, a privát szektor is, meg mi is. Szóval ezért szerintem nem fogyaszt annyi pénzt. Ami jó, mert most már majdnem el tudjuk látni, hogy tudjunk építkezni. Na, ott letartóztathatnánk. Ő a vezérünk, a katonai vezér. De nem, hagyjuk, hogy ezek a villanykörtések kapják a támogatást. Ez mindig jó nekünk. Hogy vagyunk így? 31%, 20%. Igazából
Hát nem tudom, azon gondolkodom, hogy elkezdenénk bevezetni, akkor ez most így 47% lenne. Szerintem ide kéne még támogatás nekik. Hogy ne legyen az, hogy utána az arisztokrácia meg tudja állítani egy forradalommal. Mert ugye az a baj ezzel a választási rendszerrel, most nem azért nem akarom bevezetni, mert én nem akarom bevezetni, hanem az a bajom, hogyha most elindítom a bevezetést, akkor az arisztokrácia kezd majd lázadozni, és ők valószínűleg, hogy fellázadnak. Ja, az a helyzet, itt vannak olyan eventek, amik olyanokat növelnek, hogy mekkora redmontás van egy területen, és akkor most cserébe azért, hogy a forradalom növekszik, cserébe el akarod-e nyomni ezt a redmontást, úgymond. Jó, mínusz 23 ezer, igen, a privát szektor abba hagyta az építkezést. Az fáj. Az igencsak fáj. Mennyi még egy hét, azt megvárjuk, az megtörtént, és megállítjuk az építkezést. Nem bírjuk pénzügyileg ezt a mennyiséget azért még. Appeasement. Aha, most választhatunk, hogy az antiszerb társaság az kicsit kevésbé hoz be pozitív képet az embereknek, vagy pedig lojalistákat toborzunk így a magyarok között, és szerintem legyenek a lojalisták. És az helyzet egyébként, kikhez lojalisták ezek? Tehát az abszolút monarchiás arisztokráciánának a lojalistái, vagy úgymond, mint nekem, mint játékos. Tehát, hogy ez ilyen, ez most nekem nem elég egyértelmű ebből a szempontból. Ó, jaj, mi lesz itt? Hát mondjuk ez igen jó. Járjon meg az időben. Ja, katolikusok, nehogy már kapjanak támogatottságot. Tőlük mindig mindent. A választás nagyon egyszerű, amint a katolikusoknak negatívum. Hát egy kicsit több radikálisunk lesz. Az jöhet is. Na, megint csökkent a gazdasági függőségünk tőlük. Megint van egy 100 000-ünk. Ezt beindítjuk. Ameddig csak egy épületeket építünk, addig rendben vagyunk. Ez a 100 000 plusz, az nem megy le. Modenával álltak össze. Ó, már megint egy háború? Mit szeretne? Az Egyesült Államok ellen. És Ausztria be is szállt. Vigyél oda. Mi történik itt? Ó, az Egyesült Államok Modenát protektorátussá akarja tenni, és az osztrákokat szeretné megszégyeníteni. Milyen államforma van az Egyesült Államoknál? Republik. Érdekes, még nem volt, hogy az Egyesült Államok azt mondja, hogy idejön Európába. Nem fogok beállni ebbe. Tehát ez... Én tök jól el vagyok. Ha dönthetek arról, hogy hova állok, dönthetek róla. Akkor maradunk itt. Vagy elkezdünk balra menni. Megnézzük, hogy tudunk-e esetleg valamit itt csinálni. Minél jobban oda tudok
köpni az osztrákoknak, annál jobb lesz nekünk. Mi az, hogy még mindig minusz? Hát nem hiszem el. Látom, hogy ez a change rate scaling from love, liberty, desire, ez növekszik folyamatosan. Gondolom ez amiatt, mert ez attól függ, hogy mennyire vagyunk pozitívban vagy negatívban. Tehát ehhez a részhez képest, ehhez az alaphoz képest. És akkor ez kiegyenlíti, hogy ne tudjon olyan nagyon növekedni, de ne is tudjon nagyon lemenni. Na jó van, viszont srácok, elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek. Illetve, hogyha tetszenek a videók, akkor támogassátok a csatornát, a leírásban találtok linkeket, van Patreon is, meg akár itt a YouTube-on keresztül is megtehetitek. A legközelebbi videóig pedig. Sziasztok!